A Nestlé Mamut cégnek a sötét oldalát bemutató riportsorozat harmadik része következik, amelyben kiderül, hogy hogyan is történt az, amikor a cégnek a vezetői elkezdtek kapzsikká válni, és elkezdték a piacot durván manipulálni. Amikor 1867-ben Henri Nestlé az első bébi ételét a piacra dobta, az volt az ötlet, hogy az anyák számára, akik nem tudják maguk szoptatni a gyereküket, megfelelő táplálék kiegészítőket nyújtsanak. Egészen biztosan nem az, hogy az anyatejet lecseréljék. Mégpedig azért, mert minden kutatás azt igazolta, hogy az anyatej az sokkal jobb a baba számára, mint bármilyen mesterséges tápszer. Az anyatejet ajánlotta az Egészségügyi Világszervezet, a Robert Koch Intézet, a UNICEF és számtalan más szervezet. Egy ideig a bébi tápszert egyszerűen alternatívaként ajánlották azok számára, akiknek erre szükségük volt. De az 1970-es évektől kezdve, mintegy 100 évvel a cég megalapítása után, úgy tűnt, hogy a cég bevételei kezdenek stagnálni, és a cégvezetés kapzsivá vált. Feltették maguknak a kérdést, hogy miért ne adnánk mi ezt a bébi tápszert az összes édesanyának, és nem csak azoknak, akiknek erre szüksége van. Ugyanis annak ellenére, hogy a Nestlé rengeteg terméket dobott piacra, még mindig a bébi tápszer volt az, amelyik a legtöbb bevételt hozta a cég számára. Ennek az volt az oka, hogy nagy árréssel dolgoztak. Gondolj arra, hogy mekkora piaca lenne a Nestlének, ha az összes édesanyja az ő tápszerét használná. Ezért a Nestlé agresszív kampányba kezdett, hogy lejárassa az anyatejet, helyette az ő bébi tápszerét propagálja. Úgy manipulálta az édesanyákat, hogy azt higgyék, hogy a gyerekük egészségéhez nélkülözhetetlen a Nestlé bébi tápszere, amelyik ráadásul egészségesebb, mint a szoptatás. Valóságban pont az ellenkezője volt igaz. A Nestlé tápszer messze alatta maradt az anyatejnek. Rengeteg olyan hatóanyag hiányzott belőle, ami a gyerekeknek segít legyőzni a betegségeket és megőrizni az egészségüket. Miután az anyákat arra bátorították, hogy váltsanak, holott nem volt rá szükségük, a gyerekeiket igazából alultápláltság és különböző fertőzések veszélyének tették ki. Annak érdekében, hogy ezeket az információkat hihetőbbé tegyék, a Nestlé elkezdett orvosokat és kórházakat megfizetni, hogy ők ezt a bébi tápszert házról házra vigyék. Azt követelte tőlük, hogy mondják azt az anyáknak, hogy ez a bébi tápszer jobb, mint a szoptatás. Ázsiában és Afrikában nővéreknek álcázott értékesítőket foglalkoztattak, akik rábeszélték az anyákat arra, hogy ez a bébi tápszer jobb, mint a szoptatás. Ezek az értékesítők jutalékrendszerben dolgoztak. Vagyis minél több tápszert adtak el, annál jobban kerestek. Ezzel arra voltak bátorítva, hogy igen agresszívan értékesítsék a bébi tápszert, amit ők meg is tettek. Ezek az értékesítők, akik nővéreknek voltak álcázva, mindenütt ott voltak a szülészeten, sőt, otthon meglátogatták az édesanyákat előzetes bejelentés nélkül, hogy a Nestlének a tápszerét árulják. De van ennél rosszabb is. Nestlé rávette ezeket a hamis nővéreket arra, hogy ingyenes próbákat osztogassanak az anyáknak. Ők pedig pontosan annyi ingyenes próbát adtak az anyáknak, amelyik addig tartott, amíg az anyák szervezete abba hagyta a tejtermelést. Így aztán nem maradt más választásuk, ha a gyereküket életben akarták tartani, mint az, hogy megvegyék a Nestlé drága bébi tápszerét. Ez egy nagyon sikeres és rentábilis dolog volt a Nestlének. Ezért aztán ezt a tervet kiterjesztették nagyon sok más országra is. Különösen a fejlődő országokban, ahol az anyák nem voltak elég iskolázottak ahhoz, hogy megértsék, hogy a kapott információk nem felelnek meg a valóságnak. És amikor jött egy nagyon képzettnek tűnő nővérke, aki azt mondta neked, hogy a te gyerekednek erre szüksége van, akkor te elhitted. A következmények szörnyűek voltak. Úgy satszolják, hogy millió számra haltak meg gyerekek, vagy szenvedtek alultápláltságban és különböző hiánybetegségekben. A legszörnyűbb következmények a harmadik világbeli országokban voltak, ahol az embereknek nem feltétlenül van hozzáférésük iható vízhez. Az volt a probléma, hogy ezt a bébi tápszert vízzel kellett keverni. A Nestlé pedig meggyőzte az embereket arról, hogy ezt a bébi tápszert olyan helyeken is használják, ahol nem volt iható tiszta víz. Ezért a bébi tápszert koszos vízzel keverték, ami a gyerekeket beteggé tette. Nagyon sok édesanyja olyan rossz anyagi körülmények között élt, hogy nem volt elég pénzük arra, hogy elegendő bébi tápszert vegyenek, ezért még több vízzel keverték ezt a port. Ez pedig ahhoz vezetett, hogy a gyerekek nem kaptak elegendő tápanyagot a bébi tápszerből, ami egy alultápláltsághoz vezetett. Az
is probléma volt, hogy a csomagoláson a felirat, a használati utasítás angol nyelven volt, amit ezekben az országokban az anyák többsége nem értett. Ezért azt sem tudták, hogy azon keresztül, hogy ők nagyon felhígítják a bébi tápszert, éheztetik a gyerekeiket. És arról se tudtak semmit, hogy a vizet elő fel kellene forralniuk azért, hogy a benne lévő baktériumokat és különböző kórokozókat elpusztítsák, hogy a gyereküket ne tegye ez beteggé. Egy ideig úgy tűnt, hogy a Nestlé nem tesz semmit, és úgy tűnt, hogy meg fogja úszni. Amíg aztán 1974-ben meg nem jelent egy kiadvány a Bébi gyilkos címmel, amelyik egyértelműen a Nestlé nyakába varta az ezekben az országokban bekövetkezett gyermekhalálozásokat. A Nestléről kiderült, hogy része volt abban, hogy olyan keresletet generáljon, amelyik korábban nem volt.